Hello mindenkinek, Rafanir vagyok. A mai videóval folytatom a japán nyaralásom bemutatását. A második videónál járunk, de még mindig az első napnál. Az előző videóban Kyoto két leghíresebb templomát néztük meg, szóval hagyományőrző történelmi programok voltak, de a nap második felében már animésebb, sőt inkább mangásabb programok következtek. A programokat ugyebár úgy szervezték meg, hogy minden napra jusson egy kis történelmi japán, és egy kis anime szubkultúrás japán. Szóval most az utóbbi következik. Ennek keretében pedig két helyszínre látogattunk el, vagy inkább háromra, de az utolsó nem volt nagy durranás. Az első volt a Kyotói Manga Múzeum, a másik pedig a Kyotói Pokémon Center. Igazából is szépen útbe esett minden, mind az előző két templom, mind ez a két másik helyszín. Csak egy kis séta volt. Szóval kezdjük a Manga Múzeummal. Ha szereted a mangákat, ide el kell látogatnod, egy igazi manga kánaán. A manga múzeumot igazából úgy tudnám leírni, hogy egy hely, ahol elképesztő mennyiségű manga van, elképesztő mennyiségű és fajtájú, több százezer, tehát ezt így kell elképzelni. Egy nagyon hangulatos, kellemes, csillezős hely, ahol kedved szerint olvasgathatsz mangákat korlátlanul. Emellett egy igen érdekes kiállítást is meg lehet közben nézni. Van a szuvenír shop, meg kávézó is, szóval el lehet ott tölteni az időt. Mondanám, hogy egy egész napot el lehet ott chillezni, de 18 órakor már bezár, ami érthetetlen. Na de nézzük meg egy kicsit részletesebben is. A múzeum a 2006-os megnyilása óta boldogítja a mangák szerelmeseit. Az épület azelőtt egy régi középiskola, a Tatsuyuke középiskola volt, amit aztán múzeumá építettek át. Mondjuk a múzeum kifejezés még nem írja le teljes pontossággal azt az élményt, amit ez a hely kínál. Inkább tudnám egy múzeum, szabadidőközpont és egy könyvtár, vagy inkább mangatár hibridjének nevezni. Körülbelül 300 ezer darab manga van itt, bár ez 2016-os adat, szóval azóta még több is lehet. A gyűjtemény egy része, kb. 120 ezer darab manga, az 1950-től 2005-ig létező Okubo Negishi Books manga kölcsönzői volt. A tulajdonos, aki nagy manga rajongó és a múzeum egyik alapítója volt, a halála előtt adományozta az éppen szerveződő múzeumnak ezt a szép nagy kollekciót. A Manga Múzeum logója egyébként ez az impozáns főnix, ami igazából egy pályázat keretein belül született meg. A Manga Múzeum egy igazi, csillezős, lazítós hely, ahol embertelenül sok manga közül válogathatsz és olvasgathatsz kedved szerint. Sok folyosó van benne, ahol töménytelen mennyiségű manga sorakozik az ott álló polcokon, de külön kiemelném a központi termet, ahol évekre lebontva vannak a mangák felsorakoztatva hatalmas, sok emeletes polcokon. Itt aztán szépen el lehet olvasgatni az időt, ennyi mangát egy helyen még nem láttam. A világ minden tájáról vannak itt manga kiadások, mindenféle nyelven, és külön érdekesség, hogy még magyar mangákat is találtam itt. Szóval, ha japán kanjik olvasása nem megy, attól még magyar vendégként is el lehet itt olvasgatni. Sokféle mangát láttam ott, pár igen érdekeset is, kiemelném ezt a példányt. A Szexi lábú, mogorva, genyó T-rex bevásárolni megy című alkotást. Mondjuk nem tudom, mi lehet a valódi címe, de én ezt tippeltem. A kellemes időtöltés még az is fokozza, hogy szép nagy tágas udvarral rendelkezik a múzeum, ahova a kellemes napos időben ki lehet ülni a mangákkal együtt, valamint itt egy kávézó is üzeme, ahol egy jó itallal is meg lehet fűszerezni az olvasást. Az alsó szinten pedig még egy jó kis szuvenírbolt is üzeme, ahol szépen el lehet vásárolgatni, bár azért az ott lévő választékot bármelyik akihabarásbolt fölülmúlja. Ez a hely múzeum szempontból is sok érdekességet és látnivalót tartogatott.
a mangák történelméről, a készülési folyamatukról és manga rajzolókról is sok infót láthattunk ott. Például volt egy helyiség, ahol egy kép, egy gésa volt különböző manga rajzolók sajátos stílusában megrajzolva. Érdekes volt ugyanazt a képet számtalan eltérő stílusban végignézni. De a legjobban ezt tetszett. Ez a kompozíció azt mutatta be, hogy egy manga, ha sikeres, mennyi eltérő különböző produktumot termelhet ki magából. Igazából megtalálható itt minden. Például a Detektív Conan esetében anime adaptáció. Vagy vegyesen a különböző shonen mangákból pedig játék adaptáció, ugyebár a Jump Force. Vagy ugye a K-On, ami a zenés anime, abból pedig zenei adaptáció, vagyis zenei CD. De egy mangából akár született pacsinkó is, ugyebár ami egy ilyen nyerőgép. Vagy vizuál novel, vagy filmadaptáció, vagy mondjuk cosplay, például az Attack on Titan esetében. Vagy zenés filmadaptáció, vagy opera adaptáció, vagy kabuki adaptáció, ami egy ilyen színdarab. Szóval ha ezt a képet alaposan megnézzük, egy mangából nagyon sokféle minden készülhet. Szóval nekem ez így nagyon tetszett, alaposan bemutatta, mennyi minden készülhet egy mangából. A Manga Múzeum egyetlen szépséghibája, hogy már 18 órakor bezár. Szóval, ha meg akarjátok látogatni, akkor így időzítsetek. Na de ennyi elég is a Manga Múzeumról. Vessük bele magunkat a Pokémonok világába. A következő állomásunk a Kyoto-i Pokémon Center volt. Pikachu, téged választalak! Erről igazából nem tudom, mit mondhatnék részletesebben. Egy hatalmas, fullos Pokémon bolt volt. Ezernyi Pokémonos lúttal. Plüssök, kulcstartók, figurák, tolltartók, de még Pikachus rámen is volt ott. A boltnak a belső kialakítása nagyon hangulatos volt. Jókor a Pokémon szobrok is voltak ott. Ha Pokémon fanok vagytok, ezt ki ne hagyjátok. Egy igazi Pokémon mennyország. Mondjuk ez a bolt a tudtom ratta, hogy a Pokémonos ismereteimben mennyire el vagyok már maradva. Például ez itt mi? De tényleg ez mi? Milyen Pokémon ez? Ez konkrétan egy humanoid felépítésű figura, akin valamiféle bioorganikus, szerves, kapucnis pulóver van. Ez ilyen szimbióta jellegű? Ez a cuki kis gésa Pikachu viszont imádnivaló volt. Ahogyan ezek a szunyókáló kis Ivy-k is. Pikachu szappantartó. Minden esetre nem győzem hangsúlyozni, hogyha Pokémon fanok vagytok, akkor a Kyoto-i Pokémon Centert nézzétek meg mindenképpen. Na szóval, miután kipokémonoztunk magunkat és megszereztük mind a 150 jó barátot, ami már több, még ellátogattunk a Kyoto-i Nintendo Store-ba. Alapvetően itt volt minden, a Mario-tól kezdve a Zelda-ig, hangulatos kis üzlet volt számtalan Nintendo-s cuccal, de igazából a Pokémon Center után kicsit vérszegény volt. Tehát a Pokémon Center már túl magasra rakta a lécet, szóval ez a Nintendo Store nem volt túl maradandó élmény. A legkiemelkedőbb része az volt, hogy volt egy ilyen szabadtéri rész, ahol egy ilyen kis Mario-s akadálypálya volt felépítve. Na ez mondjuk ötletes volt. Na egy gomba, vagy egy virág, vagy valami. Miután túl voltunk minden programon, következett egy finom vacsora, mert hát a kaja az nagyon fontos. Egy fenséges okonomia kitettünk egy nagyon jó kis helyen. Igen, szűkös kis kajáda volt, tehát vagy
6-7 ember fért be egyszerre, de nagyon hangulatos volt, tehát ott helyben az orrunk előtt készítették az okonomiyakit, tehát így az asztal közepe egy ilyen sütőplac volt, alaposan megpakolták minden finomsággal, majd pedig ott szaletelhettük fel a sütőlapon. Nagyon finom volt. Illetve még bekukkantottunk egy szentélybe éjszaka, ami nagyon hangulatos volt kivilágítva, de ennek a nevét most meg nem mondom. És ezután végül visszatértünk a szállodába, néztem egy kis animét a japán tévéadókon, meg is ismertem az Astro Note nevezetű animét, ami egész jó pofának tűnik, úgy gondolom meg kell néznem. Na jó van srácok, ezzel a nyaralás első napja véget ért, még jó pár hátra van. Úgyhogy éppen ezért jó sok videót fogok még hozni nektek ebből. Remélem élveztétek a műsort. Ha tetszett a videóm, akkor kérlek adjatok egy lájkot. Ha pedig még nem tettétek meg, akkor kérlek iratkozzatok fel a csatornámra. Ha pedig már fel vagytok iratkozva, akkor osszátok meg ezt a videót a barátaitokkal. Ha nem akartok lemaradni a jövőbeli videóimról, akkor a feliratkozások mellett a csengőt kapcsoljátok be. Ha úgy gondoljátok, hogy méltó vagyok rá, akkor van lehetőségetek támogatni a munkásságomat a Patreon oldalamon, illetve szuperköszönetek formájában. Továbbá kövessetek be engem Facebookon és TikTokon, linkek a leírásban. Köszönöm, hogy a mai napon velem tartottatok, és persze találkozunk legközelebb. I love you,